It was very hard match for us because we were playing against a team who is very well organized in defense. They are playing, I can say, close the perfect zones, and we didn't have the space to create something. The first half, second half also. And in the last 15 minutes, when game was open, we created something. Also, they created something from counter-attack. But in this game, you are waiting for one, two, three chances maximum, and one maybe situation from set pieces or something like that. But I think reality 0-0 for this game for both teams. Egy kemény meccset játszottunk, ami megnehezítette a dolgunkat rendkívül módon az, hogy az ellenfél egy jól szervezett csapat, különösképpen a védelmüket szervezték meg, szinte tökéletesen zárták a területeket, ezért nagyon nehéz dolgunk volt, és azt gondolom, hogy csak az utolsó 15 perc volt az, amikor picit nyíltabbá vált a játék, ekkor már nekünk is volt helyzetünk, és kontratámadásból nekik is. Ilyenkor egy ilyen mérkőzésen, amikor egy ellenfél ennyire zártan védekezik, nincs mit tenni, hanem várni arra az egy-két helyzetre, amik sikerül kialakítani és ezeket értékesíteni, de összességében azt gondolom, hogy pontosan azért, amiket eddig elmondtam, ez a 0-0, ez reális és megfelelő játékképének. Köszönjük szépen, és jöhetnek a kérdések. Jó estét, vagy jó napot kívánok. Kérem, ne álljon fel a székből a kérdésem után. Azt kérdezem, hogy egy őrült meccsen jobb a kispadon, és mikor rúg a csapat 5 gólt, jobb a kispadon ülni, vagy egy szomma délután, tea délután, amely 0-0-ra végződik. Melyik? Mikor kényelmesebb a kispad? You have only, always you have perfect questions. And I will be honest. You are improving as a coach, as a team, when you have crazy game, but also when you have 0-0 and you are waiting for some moment, maybe one chance, maybe one substitution, and after that you are analyzing your decisions, and I think this kind of games it's good for coaches, for players to learn, but not for fans. 0-0 without many chances, without many situation with talent. It's uncreativity moments, and for fans, of course, this is not the game. But for us and for players, we can take a lot of things from this game. Ismét egy tökéletes kérdést kaptam tőled, köszönöm szépen. És azt kell mondjam, hogy mind a kettő mérkőzésnek megvan a sajátossága. Az 5-3-as mérkőzésből is volt mit kivenni, egy 0-0-ás mérkőzés után pedig még inkább van egy edzőnek mit elemeznie. Ez egy olyan mérkőzés volt, ami jó volt a játékosoknak, jó volt az edzőknek, viszont az biztos, hogy nem volt jó a közönségnek, mert ők igazából gólt nem kaptak, nekünk viszont mi viszont tudunk mit elemezni, mert láttunk olyan megoldásokat, amiről lesz miről beszélnünk a következő héten. Ma is láthattuk egy fiatal embernek a pályára küldését, első NB1-es meccse volt. A hátralévő fordulókban tervezem még újabb fiatalnak a bevetését. Yes, we showed that on 0-0, if you have a quality player from academy, doesn't matter if he's 17 years old or 27 years old. Ferencsing showed today that with two chances, with confidence, I will tell you my honest opinion, he made the dribbling in the middle of the pitch with his debut, and it shows that he has confidence, he's calm, he can play this football, and of course in future we will take care about a lot of young guys what we have in our academy, and they must be positive and wait for their chance, because we are watching to them, we are taking care about them, and for sure doesn't matter if it's 0-0, 4-3 or 4-2 is one important match. If one guy has quality, this is the quality and he will come in.
Hiába volt 0-0 a mérkőzés, én azt gondolom, hogy ilyenkor minőségi játékosokat kell pályára küldeni, legyen 17 éves vagy 27 éves, akkor az nem számít. És Ferencsik Bálint egy olyan játékos, aki meg is mutatta, hogy mennyire magabiztosan játszott már ezen az első mérkőzésén is. Például a félpályánál olyan cseleket mutatott be, amit nem is várt tőle sok ember. Megmutatta azt, hogy igazából megvan benne a képesség, tud focizni, fogalmazhatunk így is. És akkor a kérdésedre válaszolva pedig azt tudom elmondani, hogy a jövőben is azt mondjuk, hogy az akadémián sok tehetséges fiatal van, akikre figyelünk. Azt mondom nekik, hogy várjanak a lehetőségre, legyenek pozitívak, és akkor mindegy, hogy 0-0-ás lesz a mérkőzés, 4-3-ra vagy 4-2-re vezetünk, meg fogják kapni a lehetőséget. Köszönjük szépen, fel a kérdés. Köszönöm nekem, csak annyi lenne, hogy bizonyára volt egy forgatókönyv, amit elképzelt, hogy mi az, ami nem működött, amitől nem jöttek helyzetek, amivel nem sikerült igazából ezt a 3 pontot megszerezni, amit terveztek. First, yeah, you're right. We had the plan how we will play against the block, how we will play against their zone, because they are very strong in this kind of moment that we tried to create with change side many times and in one moment on the side to create more players, especially on our left side, where are the playing Rudy and Stevie and Francisco. It was the reason why we started to play with more talent guy on the pitch. But of course, sometimes you can do it, sometimes no. We started the game in first 15 minutes as a nervous team, without decision making what we wanted, to change the sides and to create something on the side and to fill the box with many players and to controlling the game like that. We started to play direct football, direct pass, and because if you are playing like that against wall, this is their zone, of course you are starting to be nervous and they starting to control the match without ball. And it was the reason why we didn't make nothing in the first 15 minutes. After that, we started to follow our plan, but without more chances. But this kind of game is games with not more than 5 shots on goal or something like that. And of course, we were trying, but 0-0 is finally. It's too long. No problem. Igen, természetesen megvolt a tervünk a mérkőzésre, hogy mit fogunk csinálni, mert tudtuk, hogy egy olyan ellenféllel fogunk találkozni, aki mély blokkban védekezik és próbálja a passzsávokat lezárni és magát a területet elvenni előlünk. Azt gondoltuk, hogy az lehet a megoldás erre, hogy sokszor oldalakat váltunk, és ezáltal ki tudjuk mozgatni az ellenfelet ebből a kényelmes zónájából. És elsősorban a bal oldalon szerettünk volna bontani. Oda pontosan ezért került be Stephen és Pozsek Vancas mellé Feuglassier erre az alkalomra, hiszen mind a hárman ügyes játékosok, és az összjátékból bíztunk benne, hogy meg fogják bontani az ellenfélnek a védelmét. És akkor, amit kérdeztél, az azért volt nagyon jó kérdés, mert az első 15 percben ebből szinte semmit nem láttunk, hiszen idegesen játszottunk, és nagyon sok hosszú labdával próbálkoztunk, egyből felíveltük a labdát, ami egy fal ellen teljesen hatástalan volt, ami miatt még idegesebbek lettünk volna. És így hiába volt nálunk a labda, a Kecskemét elmondhatta az, hogy mégis az történt, amit ő tervezett, ők uralták a játékot azzal együtt, hogy nálunk volt a labda. Ezt követően viszont jobbá vált a játékunk, jobban működött a játék, átvettük a játék irányítását, már nem csak birtokoltuk labdát, hanem sokkal többet tudtunk támadni. De hogy visszautalok arra, amit az előző kérdéssel mondtam, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, ahol nagyon kevés helyzetet sikerült kialakítani, talán 5 darab lövés volt az egész mérkőzésen, és próbálkoztunk, mentünk előre, voltak beadások is, de a vége az 0-0 lett.